Kezdésként rólunk a Dióhéjban egy kicsit. A Rásválasz 2012-ben lett alapítva, székhelyünk Horsens, Dánia. Jelenleg több, mint 90 viszonteladó partnert számlálunk, és így a világ 25 országában vagyunk jelen. Ez nagyjából 200 ezer aktív, fizető cégfiókot jelent. Az applikációnkon kívül 25 nyelven elérhető, a két legújabb ezek közül a magyar és a román nyelv. Na de milyen kihívásokra és problémákra nyújt megoldást a Rásválasz? Tehát a vállalkozások egyik legfontosabb tulajdona az üzleti adat lett. A digitális átalakulás részeként ezt az adatot egyre több vállalat migrálja a felhőbe, és ezek a fejlemények sok kérdést vetnek fel az adatbiztonságról, szabályzatok betartásáról és a biztonsági másolatok kezeléséről. Pontosabban a kérdés a következő, hogy hogyan legyen a vállalati adat biztosítva, biztonságosan tárolva, miközben elérhető marad a megfelelő személyek részére bárhonnan, bármilyen eszközről, bármikor, felhasználó barát módon. A Rásfáz választ nyújt ezekre a kérdésekre. A Rásfázon tárolt fájlok bármely internet hozzáféréssel rendelkező eszközről elérhetőek, böngésző használatával. Emellett Windows, macOS, iOS és Android platformokra fejlesztett applikációinkkal a felhasználók pontosan ugyanúgy dolgozhatnak a felhőn tárolt fájlaikkal, mintha azok a helyi meghajtón lennének, így nem kell új dolgokat megtanulniuk. Ezt a felhasználói élményt a virtuális meghajtó és meta adat használatával érjük el a Windows és Mac kliensek esetében. Úgyhogy most erre mutatnék egy rövid kis videódemót. Tehát miután a felhasználó bejelentkezik, egy új virtuális meghajtó lesz kreálva a számítógépén, és ezen virtuális meghajtón keresztül érhetik el az összes velük megosztott fájlt. Ez nem sikerült. És itt azt akartam csak mutatni, hogy ez a Word file, amit itt látunk, van ott egy ilyen kis X ikon overlay. Ez azt jelenti, hogy ez a file csak a szerveren van tárolva, mi csak azt látjuk, hogy ez a file létezik ezen az elérhetési úton, de nincs letöltve magára a számítógépre. Tehát amikor a felhasználó megnyitja a file-t, akkor az automatikusan letöltődik, és megnyílik a hozzárendelt programban. Amikor elmentjük a fájlt, akkor pedig automatikusan visszatölti a megosztási mappába. A fájlokat feltöltés előtt kettő ilyen fájlpára bontjuk. Az egyik egy metaadat fájl, a másik pedig maga az adatfájl, ami tartalmazza a fájl adatait, nincs kiterjesztése, és így küldjük el a szerverre. És aztán a szerveren pedig hasonló módon tároljuk őket. És megnézzük, hogy a webkliens segítségével is elérhető az új verzió, és innen is csinálunk egy módosítást, és ennek a lényege az lenne, hogy ahogy a módosítás megtörténik, úgy az összes kliens, amelyik csatlakozik erre a megosztási mappára, megkapja ezt az információt. Így például most látni fogjuk, hogy eltűnik a helyi gyorsítótárból az előbb letöltött fájl, mivel egy új verzió elérhető az internetről. Így ismét ott van az X, de ismét meg tudjuk nyitni nagyon gyorsan, és már folytathatjuk is a kollaborációt. Ezen kívül tehát most beszéltünk ugye a felmegosztásról, és hogy a felhasználónak nem kell új dolgot megtanulnia, igazából ugyanúgy használja a fájlait, mint előtte. De nyilván az is fontos, hogy csak a megfelelő személyeknek adjunk hozzáférést ehhez, és hogy aztán visszakövethető legyen ez az egész. Tehát a lépcsős lépcsős rendszerben lehet hozzáférni, tehát a megosztási mappákból lehet csinálni a megosztási mappákat is. Tehát hogyha egy felhasználónak nagyon specifikus területe van, akkor nem kell, hogy az egész megosztási mappát, például az egész számlázási mappához hozzáférés legyen, csak egy specifikus ügyfél számlázási mappájához például. Nyilvános linkekkel is lehet fájlokat megosztani a Rásfázzal. Ezzel ugye az a gond, hogy bárki, akinek megvan az URL, és az esetleges jelszó, amit még be lehet állítani, akkor bárki hozzáférhet ezekhez a fájlokhoz. Korlátozni lehet például a link maximum élettartamát is. Ezen kívül a felhasználókat csoportokba lehet helyezni, így könnyebb őket menedzselni, és így lehet
csoportos hozzáférést is biztosítani. Vannak különböző felhasználó típusaink, például biztosíthatjuk, hogy például csak az IT részlet tudjon felhasználókat meghívni, és megosztási mappákat készíteni, de ha van egy specifikus személy, akinek nem akarunk adminisztrátori jósultságokat adni, csak egy bizonyos mappára, azt is megvehetjük. Egyetlen viszont eladói admin fiókkal adminisztrálhatjuk az összes ügyfelünk fiókját, egyetlen bejelentkezéssel, ez pedig a több élős rendszernek köszönhető. És minden, ami a RushFiles fiókon történik, visszakövethető a beépített jegyzőkönyvek segítségével, amiket aztán amikből a riportokat XML formátumban is le lehet tölteni, hogy később analizálhassuk őket. Emellett még szeretnék beszélni kicsit arról is, hogy mi hogyan biztosítjuk a szerveren, hogy a fájlok biztonságát a szerveren. A legújabb biztonsági feature-ünk most a két lépcsős hitelesítés, tehát a felhasználók e-mailen, SMS-en keresztül, vagy hitelesítő app segítségével tudják majd bizonyítani a belépési jogosultságaikat. Az ügyfelek fájlai, például ez a Word file, amit az előbb feltöltöttünk, 256 bites Advanced Encryption Standard titkosítással vannak titkosítva a szerveren, emellett még nem a saját nevükön, tehát ilyen GUID-dal tároljuk őket, és nem is az eredeti elérési útjukon, így éve még biztonságosabb a rendszer. Az egyik fő feature-ünk a tömeges felelőzmény visszaállítás, ami már nagyon sokszor bizonyult életmentőnek a végfelhasználó szempontjából. Tehát, hogyha a felhasználó zsarolóprogram támadásnak esik áldozatául, akkor a RushFiles-on tárolt fájlait pár perc alatt visszaállíthatja a legutóbbi használható verzióra. Ezt nagyon rövidesen bemutatom. Ezen kívül lehetőségünk van távolról letiltani egy ellopott eszközt például, és letörölni róla a RushFiles-ról letöltött fájlokat, így egyből biztosítani tudjuk a céges fájlainkat. És a felhasználók által törölt fájlokat 60 napig őrizzük meg, ami nagyon elégségesnek bizonyult olyan esetekre, amikor véletlenül lettek a fájlok törölve. És ehhez kapcsolódik az is, hogy minden egyes fájlhoz legfeljebb 999 fájltörténeti verziót tudunk tárolni, amik legfeljebb 999 napig maradnak elérhetőek. Tehát akár évek múltán is elérhető az előző verzió, de persze ezt 0 és 990 között bárhogyan lehet szabályozni. Most tovább mennék, és akkor megnézzük a tömeges fájlelőzmény visszaállítást. Tehát itt, ugye amikor a zsaroló program titkosítja a fájlokat, akkor általában történik egy tartalomfrissítés, és a fájlok kiterjesztése is megváltozik. Tehát, hogy bemegyünk a fájlnak a történetébe, akkor látjuk, hogy mennyi minden történt vele, és innen lehet visszaállítani egy előző verziót. Csak ugye amikor nagyon sok fájl lett titkosítva, akkor ez így nem egy életképes megoldás, úgyhogy erre van a Restore History feature-ünk, tehát itt csak kiválasztjuk a megosztási mappát, megadjuk a dátumot, a támadás előtti dátumot. 24-én történt, ezért a 23-át rakjuk be, és a végén pedig megadjuk azt a fájlkiterjesztést, amire át lettek nevezve. És aztán elfogadjuk a figyelmeztetést, és a fájlok már is vissza lettek állítva a legutóbbi használható verziójukra. Hát ezzel lassan a végére is érek, viszont van még egy 3 perces videó, amit még be szeretnék mutatni, ha még van rá idő. Az pedig a márkaváltás, hát rebrandingnek hívjuk. Tehát ennek segítségével a viszonteladói panelt, irányító panelt és a cég fiókoknak a dizájnját lehet változtatni. Most kicsit megállítom, mert erről is szeretnék beszélni. Tehát az elején, mielőtt elkezdjük a dizájnunkat alkalmazni, illetve megadunk egy adományt, ezen keresztül tudjuk majd a saját belépőképernyőnket látni, illetve elérni. Aztán pedig eljövünk a márkaváltó menübe, és akkor feltölthetjük a cégünk logóját, a böngésző ikont, amit szeretnénk használni, és megadhatjuk a metaadatokat, például, hogy mi legyen a neve a böngészőfülnek, és beállíthatjuk a színeket, az elemek színeit, mind
a viszonteladói panelon, mint pedig a kliensen. A kliens alatt azt értem, amit a végfelhasználó használ a böngészőben. Ezt tehát így is, hogy beérjük a színkódokat, vagy ha most rákattintanék a színre, akkor lenne egy ilyen színválasztó is. Elmentjük, és akkor egyből alkalmazódik. Most az, hogy ezt megnézzük a végfelhasználó szemszögéből, kreálunk gyorsan egy új végfelhasználói fiókot. Ez is egy pillanat alatt kész. És ezután ugye az előbb megadott alt-domainnel fogunk bejelentkezni. Tehát látjuk, hogy a böngészőfülnek a címe is megváltozott, látjuk a logó változást, és igazából a háttérképeket is be lehetne itt állítani. És ahogy belépünk az újonnan kreált fiókba, már is látjuk, hogy a dizájnunk alkalmazva lett. Ja, viszont ez az admin felhasználó, amivel itt be voltam jelentkezve, egy másik cégfióknak is az adminisztrátora. Tehát ez a cégfiók, amit most látunk, ennek az alap dizájnja van, mivel ez a cégfiók egy másik viszonteladói fiók alárendeltje. Ezért erre nem, tehát nem alkalmazódott a dizájn, amit csináltunk az előbb. Viszont innen is, tehát a cégfiókból is lehet dizájnt változtatni, és ez pedig csak erre a specifikus cégfiókra lesz alkalmazva. Hát nagyjából ennyi lenne, ezzel el is érkezett a kérdések ideje, ha van, ezzel nem voltam tisztában, hogy lesz-e vagy nem. Bár az előző prezentációból úgy gondolom, hogy nincs, úgyhogy akkor még azt elmondanám, hogy a weboldalunkon, a rushfiles.com-on lehet jelentkezni 15 napos ingyenes próbaverzióra, ami a supportot is magában foglalja, tehát ha bármi probléma van, akkor tudunk beszélni. A vásárlásról pedig az Ingram Micro Hungary csapatánál lehet érdeklődni, illetve még van egy YouTube oldalunk is a rushfiles-on, hogyha YouTube-on beírjátok, hogy rushfiles, akkor lesz még pár demo videó. És köszönöm szépen a figyelmet és a lehetőséget.